Mitrédi lövésre biztatják. Nagy mentés, Lipták csúszott oda. De már a Győri 16-oson belül a labda, Fröli kezezést reklamál, és büntetőt ítél Vadkettő, Mehungu pedig kap egy sárga lapot. A hétvégi Pécs Eto meccs első igazán komoly eseménye a 11. percben egyből egy hazai büntető volt, amit gólra is váltott a vendéglátó, ezzel 1-0-ra vezetett a bajnoki címvédő ellen. Negyed órányi játék után aztán egyenlítettek a bajnokságban első győzelmükre hajtó zöldfehérek, Burgosz labdáját Nikola Trajkovic gurította Dibusz kapujába. A meccs előtt a Pécs az utolsó, az Eto pedig 12. volt a tabellán. Nos, a 45 perc után sem volt túl nagy oka örömre a két félnek, ugyanis több gól már nem esett. Ezzel Pintér Attila együttesének a megszerezhető 12 pontból 3-ra futotta, 3 döntetlennel és egy vereséggel. Varga, Dibusz jön és el is üti a labdát, mielőtt ütközne Baloggal. A Nemzeti Sportnapilap online kiadása a statisztikák alapján készített egy összeállítást. Eszerint pontok tekintetében közel 20 éve, 1994 óta nem rajtolt ilyen rosszul hazánkban bajnoki címvédő. Akkor a Csank János vezette Vác kezdett hasonlóan szerényen. Reméljük nem lesz párhuzam a két együttes között, mert akkor csupán osztályozóval tudott bent maradni a Dunakanyar együttese, az Etótól pedig láttunk már pocsék rajtot, például tavaly is, az együttes mégis bajnok tudott lenni. Javítani tehát mindig lehet, igaz ez a soron következő vasárnapi meccsen igencsak nehéznek ígérkezik, hiszen az épp aktuális listavezető videóton érkezik az Eto Parkba.